büdöske vagy bársonyvirág, ez védi a növényeket a betegségtől, és mögötte van az alma paprika. A termesztett zöldségeit, növényeit mutatja Csákiné Jilling Zsuzsa. A szekszárdi nyugdíjas óvónő már 54 éve kertészkedik, nemrégen pedig a Magyarország legszebb konyhakertjei nevű verseny életműdíját is megkapta. A szekszárdi önkormányzat még 2014-ben adta át bekerítve magas ágyásokkal a Honvéd utcában található területet, azért, hogy az ott lakók közösségi kertet alakítsanak ki. Itt gondozza a sajátját Csákiné Jilling Zsuzsa is. Azt mondja, a földet igyekeznek biomódszerekkel megóvni, ezért rovarszállást és méhecskeitatót is kialakítottak, továbbá több komposztálójuk is van. Azért csináltuk a napra forgó ágyást, hogy a méheknek, madaraknak folyamatosan legyen ennivaló. Figyelünk arra, hogy virág is legyen. Most a virág az nem csak szemet gyönyörködtet, mert én különösen nagyon szeretem a virágot, de a méheknek is folyamatos lehetőséget ad arra, hogy gyűjtsék a nektárt. Madárítatónk van. Még a békáink is vannak már. Ha a lakók közül valaki éppen nem ér rá, hogy kimenjen a kertbe, akkor a közösség többi tagja segít neki a növények gondozásában. A kert már többször is elnyerte az ország legszebb konyhakertje díjat. Csákiné Jilling Zsuzsa azonban azt mondja, sosem az elismerés vezérelte, csupán szeretné népszerűsíteni és megmutatni a kertészkedés adta örömöket. Egy szép kert. Az olyan, hogy az ember és az Isten harmóniában van egymással, és testnek és léleknek is gyógyszer. Amellett, hogy mi ezt a teremtett világot arra kaptuk, hogy gondozzuk, és nem csak elsősorban magunk miatt, hanem az elkövetkező nemzedék miatt is. Az asszony a most odaítélt életműdíj kapcsán azt mondja, az hatalmas ajándék számára, és sosem gondolta, hogy mint mondja, egy-két magas ágyás gondozásával egyszer ilyen rangos elismerést kaphat majd.